A székesfehérvári akadémisták eddig egy győzelmet arattak a bajnokságban, így az NKS számított az évzáró bajnoki esélyesének. Ehhez képest az első negyedet mindössze 2 ponttal nyerte meg a házigazda, a második 10 perc után azonban már 15 ponttal vezetett a Nyíregyháza. A folytatásban tovább nyílt a két csapat közötti olló. A hazai kosarakra csak elvitt érkezett válasz, így 42 pontos győzelemmel zárta a találkozót Farkasinszky Gyuláni együttese. Hasonlóra számítottunk, tehát néztük az eredményeket, és ott az alapján látszott, hogy ugye hasonlóan fiatal csapatból, vagy játékosokból álló csapat, mint amilyen a mi csapatunk is. Ugye mind a két csapat játszott az előző nap már egy-egy junior mérkőzés, tehát ugye az egyértelmű volt, hogy itt azért muszáj a rotációval dolgozni, hogy mindenki kerül játék lehetőséget kapjon. Nekünk azért a 4 nem junior korú játékosunk azért szerintem igazán jó teljesítményt nyújtott, de a juniorok is kellőképpen álltak hozzá, meg kellőképpen pörgős, jó iramú mérkőzést játszottunk. Voltak benne hibák, sok eladott labda volt, de végül is ez a mérkőzés kimenetelét nem befolyásolta. Büszke vagyok a lányokra, mert olyan éven vagyunk túl, és a mérkőzéseket játszottunk, és olyan mélységből kapaszkodtunk fel, de ahol most tartunk, hogy ez szerintem egy óriási dolog. A vendégek edzője a különbséget kicsit túlzónak találta, de elismerte, hogy csak az első fél időben tudták tartani a lépést a hazaiakkal. Ezt is gratulálnék az ellenfél csapatának, mert ügyesen és jól csinálták, amit csináltak. Tudtuk azt, hogy egy agresszív, kemény védekezéssel fogunk szembe kerülni, illetve egy fél időn keresztül 15-16 percig talán tudtuk velük a lépést tartani, aztán a második fél időre kijött a fizikális és a magasságbeli fölény az ellenfélnek, és ahogy te is említetted, ez a 40 pont, én is egy kicsit túlzónak érzem, de sajnos a mai nap csak ennyi volt a kis csapatomban. Az amatőr NBA zöld csoportjának tabelláját a Szent Pál Akadémia csapata vezeti 9 győzelemmel, 100%-os teljesítménnyel. A nyíregyházi kosársuli 5 győzelemmel és 4 vereséggel zárja az évet. A csapatkapitány reményei szerint a folytatásban kevesebb problémával kell majd megküzdeniük. Volt hullámvölgyek, magaslatok, voltak sérülések, felépülések, úgyhogy remélem, hogy a következő fél évben már nem lesz ilyen sok megpróbáltatásunk. Az NKS még egy HEP-kupa mérkőzés játszik ebben az évben, hétfőn 19:30-as kezdéssel a Szent Pál Akadémia csapatát fogadja a Szent Imre csarnokában. A bajnoki folytatásban legközelebb január 9-én Budapesten a Szent Pál Akadémia otthonában lép pályára Farkasinszky Gyuláni együttese.